Virágzik a repce gyulatanya mellett. A korábbi asszály majd a szeles időjárás azonban ezt a növényt is megviselte. Ez pedig nem jó hír a méhészeknek, hiszen bár virágport adott, nektárt nem biztosította a méh családok számára, ahogy eddig egyik növény sem. Segítség lehet az ágazatban dolgozóknak, hogy a kormány idén 600 millió forintot biztosít a méh családok egészségügyi állapotának megőrzésére. A kérelmeket a tervek szerint nyáron lehet majd benyújtani, és méh családonként 1500 forintos támogatást jelent. A 35 perc című műsorunkban nyilatkozó szakember szerint ezzel nem oldódnak meg a problémák. Ebből az 500 forintból kellene a méhésznek megoldani az, hogy esetleg olyan saját mélegelőt ültessen, vagy próbáljon összeállítani, amivel a méh családjai ezt a fehér, a vitamin és fehérre szükségletet elő tudja teremteni a méheknek. De most szép az 500 forint, de az, hogy ebből mi mélegelőt tudjunk létrehozni, egy bármilyen kis bokor virágnak a ültetése, egy évi kezelése sajnos többe kerül, mint 500 forint, és ezzel igazából még nincs megoldva teljesen a helyzetünk. A méhészek egyéb támogatásokhoz is hozzájuthatnak, ám Hók József szerint ezekkel is csupán a költségeik 10-20%-a fedezhető. Az sem könnyíti meg a dolgukat, hogy az elmúlt időszakban mérgezések is sújtották a méh családokat, amelyek immunrendszere legyengült, emellett a méhek számára fontos gyomnövények is eltűntek. Az akác közben most kezd virágozni, és bár már asszály nincs, most épp az esős, hűvös idő jelenti a gondot. Visszagondolunk a tavalyi évre, 25-27 fokos, meg 30 fokos időjárás volt ebbe az időbe. Most, ha már eléri a 22 fokot, akkor már örülhetünk. 18 foktól kezdődik meg az akásznak a nektár képződése. Ez az a jellemző itt mostanában a napjainkban, hogy egy órakor, vagy dél egy óra körül érjük el a 18 fokot, amire megindul a nektár képződés. Nagy drágulása ugyanakkor a szakember szerint idén nem kell számítani. Idehaza amúgy jelenleg mintegy 1.200.000 méh család él, és 20.000-en végeznek méhészeti tevékenységet. Egy hobbi méhész átlagosan 30-40 egy főállású, viszont akár 200-500 méh családdal is foglalkozhat. Az Unióban egyébként nálunk a legmagasabb a méh sűrűség, egy négyzetkilométerre 12 méh család jut.